Hello, szevasztok, sziasztok srácok, én Émi vagyok, és ma egy legújabb, vagyis hát ma a legújabb sorozatom kezdetén üdvözlök mindenkit. Nem mással fogunk ma új sorozatot kezdeni, mint a Minecraft. Sajnálatos dologgal kell sajnos egyből kezdenem. Sajnos csak az 1.5.2-es Minecraft dolgokkal sikerült megoldanom, tehát hát nem lesz 1.8. Hát igen, csak az 1.7-et sikerült megoldani, vagyis az 1.5-öt. Egy az nekem az újabb verziók nem is tetszettek annyira, kettő az, hogy letöltöttem az 1.5-nél frissebb verziókat, de azok valamiért nem akartak elindulni, tehát ez nem tudom milyen bug volt nálam, na mindegy. Én azt mondom, akkor vágunk is bele a dolgokba, egy pillanat. Igen, jó lehet hallani. Ez csak egy gyors próba volt. Elég jó kis mapre dobott, úgy látom, öljünk ki is egy kis piget. Anyádat, te pig! Megdöglött a pig. Dobott egy disznója húst. Öljünk még piget, gyerek. Öljünk még piget, én azt mondom. Halljál már meg, pig! Pig! Pigmen! Pigmenje, álljon már meg a pigmenje, gyerekek! Miért nem áll meg a pig? Hun van a pig? Pig! Pig! Gyere vissza, Piggy! Piggy! Hát ez hihetetlen, halljál már meg, te pig! Gyerekek, ez nem akarja feladni a küzdelmet. Esküszöm, az lesz a rész címe, hogy Minecraft Survival sorozat első rész. Pig. Vagy pigek. Ha van itt elég pig, úgy látom. Nem a legeslegjobb map mégsem, az alap nem tudom már mit mondtam, de... Tehén, jó lesz ez a map, gyerekek, nagyon jó lesz. Hát nem vándorlunk tovább, ellátmányunk az lesz. Na, nézzük. Vágjuk ki ezt az istenverte fát. Jó van, én is tudok istenverte fa, jó van. Brafó. Hát igazából csak azért nem lenne a legjobb ez a map. Egyelőre úgy nézem, mert nem a legtöbb fa van a környéken. De hát ha meg sok fa van a környéken, akkor meg cseszhetem, hogyha meg izé nincsen állat. De úgy nézem, egy-két fa van a környéken. Veszünk föl csemetét, és akkor majd gyártunk fákat. Egyébként a látótávolság normálon van, ez távolira is tehetném, de ugye 64 bit ajánlat hozzá, és nekem csak sajna 32 van. Ezért nem tudok ugye FIFA 15-öt sem fölvenni egyelőre. Ültessük ezt le ide. Nyertek el innét, igazok a környékéről. Hú, ez jó lesz akár ide. Egy kicsit igazítunk a mikrofonon. Ide akár még egy stéget is lehet majd idővel építeni. Oké, akkor szerintem egy workbench nem lenne túlzás. Földolgozunk az összes fát. Noha egyelőre szén nincs egyébként. A map már egy ideje bejött, mikor elindítottam a felvételt, csináltam egy próba adást, amiben kikostam egy-két kört. Szóval nem teljesen reggel volt, mikor ezt a videót elindítottuk, mármint itt a játékban. Oké, letesszük a workbench-et, a barkácsasztalt, és craftoljunk egy csákányt. Most fa dolgokat nem akarok igazából nagyon craftolgatni, mivel... Egy az úgyis talán nagyon hamar követ, hol kezdjünk el bányászni. Ó, almát is dobott, az azért jól jön. Kettő almát dobott, oké. Hát itt rájegyünk egy-két blokkot. Tessék, itt már is találtam követ. Szedjünk néhány darabot, szerintem olyan nagyon sok nem kell, lejjebb nem is kellene menni nagyon, hogy most... Nem tudok itt még fákját csinálni. Mit akartam megnézni? Videóbeállítások, nem videóbeállítások, de fényerőt fölveszük fényesre, oké. Így a jó. Úgy most már ti is, meg én is többet látok azért. Hát mennyi követ szedjünk körülbelül, mennyi kő legyen. Szerintem én megyek egy három sort előre. Ezt mint kiszedem, az bőven lesz egy időre szén.
lámpa is kő, elnézést kérek. Még egy sor így nem, de így fog kijönni. Az igen, milyen messze vagyok tőle és így kiütöm, az érdekes, mondjuk egy kicsit, na mindegy. Szerintem ezt kiszedem, bőven elég is lesz. Focsákányt el is dobom. Csókolom. Oké. Akkor mit csináljunk mondjuk most? El kéne már kezdeni vajon egy kuckot felhúzni, vagy hát nem tudom, igazából fát kéne vágni nagyon itt az elején, de hát ugye az nincs. Azt is gyártok egy kőkardot. Legyen kettő, akkor legalább egy ideig lesz kard. És akkor öljük a disznaját, abból van egy-kettő, ott is van, úgy látom egy fa, azt ki fogjuk vágni. Hát jó, még egy ízét kéne gyártam, egy... Az ott egyébként agyag, vagy kő? Ja, megnézzük. Gyártunk akkor még ezt az összeset botra áldozom föl. És akkor... Gyártunk egy... Boltát. Egy pillanat, vágás time. Na, gyerekek, itt vagyok. Elnézést kérek, csak kopogtattak. Na. Hol hagytam abba? Igen, egy csákányt akartam még craftolni, ugye. Elnézést kérek még egyszer, de hát ti ezt nagyon nem láttátok, mivel ugye ki lett vágva. Úgyhogy... Nem történt nagy problém, de remélem megállítottam a játékot és nem ment el. Még több idő a napból. Hát egyébként körülbelül úgy tervezem majd a részeket, hogy egyik estétől, hogy egy teljes Minecraft nap lesz egyébként, vagy majd meglátjuk, hogy lesz kedvünk, meg hogy nézitek a sorozatot. Ugye nincs túl sok sorozat jelenleg a csatornán, ezért gondoltam, hogy elkezdek egy MC sorozatot. Mert már például volt, aki kért, hogy legyen Minecraft sorozat, remélem fogjátok nézni. Igen az. Egyébként ezt a sorozatot akárcsak a Walking Dead-et elkezdtem fölvenni Bendikem, mert ott egy kis barlang. Remélem ennél már nem fogja nagy méretű videókat csinálni. Gyerekek, nem megyünk el azért a fáért, mert most már sötétedik. Nem akarok eltévedni, ez elég jó vidék. Hű, viszont valami kis, nagyon minimális kuckó kéne, ahol meghúzhatjuk magunkat estére. Ugye elbújunk a mobok elől, meg minden. Gyorsan, mert már tényleg így már jön fel, úgy látom a hold. Jó, most kiütjük ezt a csemetét, mi érdeke. Oké. Kő. Kő. Ez egy kis kőház lesz. Hát nem ez lesz a házam értelemszerűen, csak ez így estére fölépítek. Valamit, hogy ne zaklassanak a mobok. Így. Hát ez két blokk magas, ebben már nem ugranak be. Ha csak nem az... Na, a, mi annak a neve? Pókok. Jajajaj. Elnézést, csak kicsit most bömböl a gépem, remélem ti ebből nem hallottok semmit, ez nem tudom miért van. Húsoljál már, légy szíves! Na, akkor itt lemegyünk szerintem egy-két blokkára. Hát csak a lépcsőszerűen szerintem, csak akkor szedünk követ. Nem biztos, hogy a legelőnyösebb helyen kezdtem el most követ gyűjteni, de hát ezt most csak azért szedem, hogy be legyen fejezve ugye a házépítés. Így estére. Mi ez a sok föld, gyerekek? Tehát egyébként most
valószínűleg ti sem fogtok többet látni, mint én, mert tényleg elég sötét. Ó, vasat találtam, tehát tényleg elég sötét van ide lent. Ó, mennyi vas? Hoho, mennyi? Két darab? De itt még van. Három. Négy. Oké, akkor találtam négy darab vasat, ugye? Gyorsan befejezzük a házikót. Így, mennyi bob lett, gyerekek? Nem is tudom, milyen nehézségen játszunk. Normál, így. Azt hiszem normál, még nem lehet éhen halni, ugye? Remélem, hogy nem lehet. Jó, elég lesz estére három blokk magas is. Még szedni kell követ. Viszont szerintem az nincsen, úgyhogy gyorsan egy darab faszenet kiégetünk. Kraftolni kéne. Nincsen kövem. Gyorsan szedjünk. Már elég sötét van, hogy ide spavnoljanak nekem a mobok. Kövem van 16, ezt a sort már nem akarom kiszedni. Na még egy keveset szedünk, még mondjuk egy 3 sort, hát 2-t tudunk, úgy néz ki csak. Mivel ott már dört van. Jó, ennyi föld szerintem elég lesz. Jó lesz, jó lesz, jó lesz. Oké, gyorsan befejezzük ugye a tetőt. Elég lesz ilyen magasra. Hű, most elég sötét lett nálam is, mindjárt fény lesz, nem kell aggódni. Kemence. És akkor kiégetünk egy darab faszenet. Pont van egy töldeszkám is. Hó, mindjárt világos. És ez hihetetlen, még kaptam két izét is. Nem tudom milyenek a neve. Jó is lesz ez szerintem kezdetleges kuckónak, nem? Reggelig jól el leszünk, itt megvan a faszén. Faszenem. Oké, tökéletes. Jűha. Oké, akkor még mit kéne csinálnunk? Hát ugye alapból jösülsünk egy kis kaját. Ahhoz viszont meg nem tudunk kiégetni szenet, úgyhogy keresni kell igazából. Ássunk le itt mondjuk pár blokkot. Ez általában beszokott jönni. Come on! Nem hiszem, hogy nincsen egy darab szén. Máskor gyerekek annyi van, hogy nem tudom mire használni egyszerűen. Bottal kéne ki, hát oké, égessünk ki bottal egy darabot, botom az most van pár. Kicsit lement most az FPS-em, ezért elnézést kérem, most csak ilyen 20 körül járunk, mikor eddig végig 40 környékén jártunk, elnézést érte. Hú, pont ki tudtam egyet égetni, és akkor ezt ki is sütünk. Hiszem 8-at lehet vele kisütni. Tehát így. 8-at. Egyet már is kapálunk. Nem mindig este van, jó van. Jó tudni. Szegény tehenet, egy kicsit sajnálom. Lehetséges, hogy most a monsterek szétcsapják. Muuu, lehet, hogy most kap az arcára, azért mondja, hogy muuu. Hol van a tehén? Ott egy kripi, ő vele nem akarunk most így össze. Hát nem akarok neki most beszólni igazából. De ez a tehén már amúgy is annyira bőg, ne szenvedjen szegény. Mi ez a lag, gyerek? Most miért laggoltam be? Hihetetlen, eddig végig szépen ment a videó.
mindegy, akkor szerintem az első rész ennyi lesz, még gyorsan bemegyünk a házba egyet. Nagyjából most már visszajöttünk el a FPS-szám. Kisült a kaja. Oké. Na hát akkor. A következő résztől kezdve szerintem be fog állni ez a rend, hogy reggeltől veszem estiket, akkor most már bekeljük ki reggelit. Gyorsan csak egy pillantásra jöjjünk ki. Jön-e már fölfel a nap? Nem, de a hold már lefele megy. Jajjaj, megindult ez a creeper a házunk felé. Hajjaj, sosem jó dolog! Hát ennek nem kellett volna robbannia, na mindegy, nem olyan nagyot robbant, hál' Isten, meg én nem sebesültem, meg már a kuckóm se, de elvileg úgy tudom, hogy követem úgyse robbantanak. Ja, tényleg már kis volt. Bányásszunk még egyet. Hát szeret nem igazán találtam, viszont van 4 vasam, azt még ki kéne éjetni, csak nincs mivel, ugye? Azért kéne egy kis szén. Ó, jön fel a nap, ez az mindjárt meg fogtok égni, kutyák. Ó, Enderman. Ó, de gyerekek, igen. Szívbolyt koptam, azt hiszem. Nyugodtan állj. Valam, musoljál már be. Kikapcsoltam egyelőre a hangját. Milyen irritáló hangja van ennek, gyerekek. Jaj, de megijedtem az előbb, hogy rám teleportolt. Daj, ennyi volt. Sikerült kibekkelni, akkor én vagyok a king, én vagyok a king. Yep. Pusztuljatok, férgek. Főleg te pusztulj. Meg te ott. Ezt a skeletont elkapjuk. Hoppá. Hú, de szétcsaptam, adott csontot, megnyilat is, úgy láttam. Ja, adott. Meg egyet belém lőtt ez a szemét. Na, ezt a creepit még lecsapjuk, mert elég irritálja a szememet. Elég ocsmány bringa vagy. Dugolj már! Hú. Na jó van, akkor még bemegyünk gyorsan házba, de félszem azért itt a rész végére vissza. Jó van. Azt az egy dörtöt nem hagyjuk kint. Srácok, én mi voltam? Megköszönöm most a figyelmet. Ha tetszett a videó, akkor légy szíves, nyomj rá egy lájkot és iratkozz föl. Legyetek jók. Sziasztok.